Soproni Erzsébet vagyok, a görögkatolikus egyház Szent Miklós udvara házi segítségnyújtás keretében dolgozom, és 10 ellátottam van, akik nap mint nap felkeresek. És kinek mire van szüksége, ugye ez már kialakul a mindennapokba, hogy miben tudunk segíteni. A szűk környezetét rendbe tenni, az orvosi ellátáshoz eljuttatni, orvost hívok vagy mentőt, ha esetleg rosszabb állapotban találom az ellátottat, mivel hogy idős emberekről beszélünk, ugye az egészségi állapotuk már nem olyan jó, oda kell figyelni, hogy a gyógyszereik meglegyenek, be tudjuk szerezni őket, aki nem tud elmenni érte, családdal kapcsolatot tartunk, hogyha éppenséggel már az idős ember ugye nem tud telefonálni, vagy valami baj van a családot, értesítsük-e felül. Hát olyan, hogy a tisztálkodásban segítünk, aki rászorult, de mivel az ember ugye majdnem családtag már, már szinte tudjuk egymás gondolatát, hogy mikor mi fog következni egy háztartáson belül, amit ő nem tud ellátni, mi segítünk neki. Tehát könnyítsük a mindennapjait tulajdonképpen.